Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ma három dologgal foglalkozunk, ami voltak éppen a kettő, hiszen a Tűzzel Vassal Fesztivál előtt rendeztek egy konferenciát is a késesek. De hát kezdjük először talán a pontyokkal, hiszen a szélsőséges időjárás alaposan megnehezítette a hallgazdaságok dolgát is, de a jó természeti adottságokkal rendelkező területeken sikerült átvészelni ezt az időszakot. Mi természetesen ismét Réti Majorban jártunk, ahol már készülnek a szezonra, ami várhatóan ismét kiváló eredményeket hoz. Réti Majorban a jó természeti adottságok és a menedzsment innovatív fejlesztései elősegítették egy úgynevezett multifunkcionális hallgazdálkodás bevezetését, amelyek nagy mértékben behatárolják a gazdálkodásban alkalmazható módszereket. A változékony időjárás ugyanakkor a hallgazdálkodás körülményeit is megnehezíti. Egyik melegfront, ha ráúszik a hidegfront, egyik percben még zivatarfelhők, másik nap égetően tűz a nap. Hát ezt bizony nehezen viseli mindenki, és hát sajnos elég sok a halpusztulás ország szerte. Mi még lekopoghatnánk, hogy megúsztuk, nem volt sehol számottevő halpusztulásunk. Néhány, mondhatnám azt, hogy csúnya, hogy a guta ütött a szélén, ugyancsak eltekereg, mert a pontyok ívása is eltolódott. Még mindig ívnak azok, akiknek májusba kellett volna, de hát nem tudtak abba a hűvös, csapadékos, szeles, esős májusba. Így a természetes vizeken is egy kicsit vissza fog esni az a szaporulat, ami eddig sem volt számottevő, hiszen főleg a népesítések, telepítések adják egy-egy tónak, egy-egy horgászhelynek a fogható állományát. Hát ez az év már csak ilyen is, hát mint tudjuk, a jó Isten a gazdája minden természetes jelenségnek, így a haltermésnek is. Hát most egy kicsit az ő kezébe vagyunk. Az persze biztató nekünk halászoknak, hogy szerencsére azért a búzák, árpák rendbe jöttek úgy, ahogy persze nem annyira, mint szeretnék a földművesek, de ahhoz igen, hogy ne kelljen az égbe mászó takarmányára akkor számolnunk, még emellé az extrém időjárás mellé. Reméljük a jövő héten már kezdődik az árparatása, és akkor a plankton mellett, mert eddig a halhús szinte ingyen tervet meg a halastavakba, hiszen elsősorban az alsóbrendű rákocskák, a ciklopszokat, a dafniákat fogyasztották a halak, most már egy kicsit rá fognak majd kapni arra, amit mellé teszünk még, hiszen a 26-28 fokos vizek igencsak föltornázták az étvágyát a halnak, a mellette lévő keményítő, az árpa majd később a búza egy szép, kemény, izmos halhúst fog majd eredményezni, akár a nyár, akár pedig az őszi lehalászatokra. És hát még egyet azért el kell mondanunk, amit szintén tudni kell az ilyenkori vizekről, hiszen akár egy kisebb tóba is csak azt látjuk, hogy úristen, micsoda iszap fölszakadások vannak, mi ez a fekete trutyma, ami kijön, még a baldali kikötőkbe is látni ilyet. Bizony ilyen algagyepek képződnek a fény hatására a kisebb vízfelületeknek az alján. Ezek az algagyepek, amikor jön egy ilyen hirtelen légnyomás esés, fölszakadnak, és ilyen két tenyérnyi, három tenyérnyi fekete széteső, ezek ilyen alga csomócskák látunk, amik aztán persze egy pár óra alatt eltűnnek. Tehát ez is természetes jelensége ennek a mostani hektikus időjárásnak, hiszen a meleg vízben rendkívül sebességgel pusztítanak a baktériumokat lent ezek a falók. Az a dolguk, hogy fölfalják a vízfenéken lévő apró táplálékbázisokat, ezeket lebontják szervetlen anyagokra, egy részük pedig gáz formájába távozik a vízből, és bizony, ha szerencsétlen halnak nincs szerencséje, beszorult egy nádas, sűrű növényzettel benőtt sarokba, akkor az éjszaka felszabaduló metángáz az bizony könnyen végezhet vele, vagy kénhidrogén, ebből is adódnak azok a kisebb pusztulások, amelyeket sajnos országszerte lehet hallani. Elség szó a fogyasztásról, hiszen már számtalanszor beszéltünk róla, de azért fontos, hogy az áfa csökkentés nyilván valamelyest meghozta a hatását, az ár is csökkent, ugyanakkor az elmúlt időszakban pedig azt vettük észre, hogy visszatért az ár. És mennyi a fogyasztás? Nőtte? Nőtt. Hála Istennek nőtt, és azt mondjam azt, hogy ha nyár, akkor a sláger a halászlé, és a kedves betérő vendégeink zöme megkóstol legalább egy tányért, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy a meleghez inkább egy jó gyümölcsleves passzolna, de ha már Réti Major, akkor persze hal, és országosan is azt érzékelem, hogy a idegenforgalmi szezon újra meglendítette a piacot, egy kis pangás volt húsvét előtt, az érzékelhető volt, most viszont újra dübörög a piac, mondhatnám, az árak pedig nem szálltak el, még nem értjük el a tavalyi árakat se, ha az inflációt hozzáteszem, meg az összes emelkedő költségünket, munkabért, takarmányt, üzemanyagokat, akkor azt gondolom, hogy nagyon reális árnál maradtunk, tehát mi az élelmiszer áraknak a áremelkedését nem követtük, csak mondanám, hogy dupla annyira fog kerülni a megy, mint tavaly ilyenkor, és a cseresznyét is 700 érmérték kilóját, ami tavaly csak 500 volt. Tehát én azt hiszem, hogy az élelmiszer ár robbanásba a hal nem tartozott bele, mi még nem tartunk ott, ahol tavaly ilyenkor tartottunk.
Lévai Ferenc halország fejedelme minden esetre bizakodó. Az Európai Parlament a közelmúltban döntött a következő uniós ciklus halászati operatív programjának előzetes terveiről. A korábbi elképzelések szerint a halászati ágazatot 4,5%-os elvonás érte volna, azonban a módosító indítványok hatására közel 10%-os forrásemelkedés valósulhat meg. Fontos továbbá, hogy az országba érkező halászati források 90%-áról a magyar irányítóhatóság dönthet. Szakmai konferenciát rendeztek a Budlivicska eredetéről a Fehérvári Kézműves Egyesület Rácz utcai székházában. A találkozón a szakemberek a magyar hungarikum hagyományait vitatták meg. Fehérvári Kézművesek Egyesülete második alkalommal rendezte meg a késkészítők konferenciáját, amely felvezető szakmai programja a szombati 16. Tűzzel Vassal Fesztiválnak. A konferencia központi témája ezúttal a Budlivicska, a nemrégiben a hungarikumok közé választott hagyományos magyar kés volt. 16. éve tartjuk a Tűzzel Vassal Fesztivált, és a kezdeti 6-8 késes jelentkező után az idén 50-en jelentkeztek, tehát ennyi még nem volt. Úgyhogy azt látjuk, hogy egyre népszerűbb ez a fesztiválunk az országban, sőt még a határainkon túl is. És igen, az idei év témája a Budlivicska, ami egy magyar dolog tulajdonképpen, és ezt a Budlivicskát fogjuk előadásokkal mindennel megismertetni, az emberekkel bemutatni. Mit adhat a kézműves mestereknek egy ilyen találkozó? A kézműves mesterek ezt nagyon a szívükön viselik, ugyanis az ő kezdeményezésükre indult el például a konferencia. Tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal kezdtük el a késkészítő konferenciáit, és most a második lesz a mai napon. És ezt a késes mesterek kezdeményezték, hogy legyen egy fórum, ahol ők találkozhatnak, elmondhatják, hogy milyen gondjaik vannak, vagy olyan előadásokat hallgassanak meg, ami a késekhez kötődik. Minden magyarországi műhelynek megvan az a sajátossága, amivel így tovább tudja örökíteni a magyar bicskákat, illetve ugye kevés olyan nemzet van, akár Európában, akár a virágon, aki egy ilyen széles repertoáron tud felvonultatni bicskákat, illetve bicska formákat. És ugye ezt ápolni és gondozni kell. A magyar bicskának tehát hagyománya van, és ugye arról beszélt, hogy nagyon sokféle. De mi benne a különleges? Ugye Magyarországon a késés, bicska készítés azok régióra lehetett lebontani őket. Tehát minden égtájnak megvolt a maga késese, illetve preferált bicska típusa. Melyek azok arról, mert nyilván az előadása majd erről fog szólni, melyek a legfontosabb bicska típusok, amelyek valóban különlegesek, amelyeket a mai köznapi használatban is tetten érhetünk? Hát ez igazából mindenki személye válogatja, hogy melyik azok a bicska típusok. Igazából általánosságban tudnám azt mondani, hogy hozzávetőleg az a 17 bicska típus minden formája közkedvelt Magyarországon. Akár a gyűjtők szemében, akár pedig a hétköznapi felhasználás tekintetében. A konferencián előadások hangzottak el a népi hagyományőrzésről, a budlivicska eredetéről, használatáról, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, és a magyar bicskáról, mint kiemelt nemzeti értékről. Talán most lesz 51-en leszünk, kevesebben voltunk lehetőleg első, ahogy Zoli mondta, hogy talán 4-5-en voltunk késesek, mikor elkezdődött, most talán 51-en leszünk. Igenis, érződik egy bizonyos fajta kollegialitás, és valahogy az irigység megszűnik. Tehát ez, ami jellemző a mai, nem is tudom hányadik század, amit én nem szoktam, meg nem is fogok megszokni, nem az én világom. De itt még maradt egy olyan kis sziget, tehát amit ápolni kell. Tehát igenis a hagyományokért, a közösségért, meg igenis hiszek abban, hogy az ember szentesíti a helyet. Igenis találkozok itt jó barátokkal, és az az élmény is megéri. Mert azt tudjuk elvinni csak úgy, ahogy a jó sorsom elvitt ezelőtt 15 évvel, nem tudom, egy másik kontinensre, mindegy. Mindenki, hogy hát hogy volt, mondom, egyszerűen az volt, hogy én találkoztam egy olyan barátommal, akivel együtt dolgoztunk a bicskával,
annó, és az jól esett az a sör, amit együtt elbeszélt. Tehát nem voltál kaszinó, mindenhol voltam, mondom, de nekem az az élmény, az a fontosabb, tehát amit magamban viszek, amit magamban hoztam, akár Ausztráliából is. Ugyanez az élmény, amit innen viszek el mindig, tehát hogy a szervezők részéről is, és egyszerűen valahogy így, mintha megszűne ez a tülekedés, ez az egymás sarkára való lépés, sőt, szívesen ha tudok a fiataloknak is tanácsot adni valamiben, bármiben, szívesen, mert semmit nem lehet elvinni a fejünk alatt, semmit. Miként lehet átörökíteni ezt a mesterséget? Hát ez két dolgon múlik. Többen megkérdezték tőlem, amit én szívesen bevezetnék megint, tehát úgy, hogy lassan visszagoroltam, hogy 69-ben kezdtem a szakiskolát. Tehát szakiskolát és szakmát akkor lehet kezdeni 14 éves korban, és 18 éves korban befejezni. Három, de legalkalmasabb a 4 év egy szakmának a tanulása, de csak az csak az előkészítése. Ez már részletkérdés, hogy hogy van. Akár a versenylovaknak is a betörése megvan, tehát óvodát se lehet csinálni, tehát 7 éves kortól vagy, de ez a legideálisabb. Tehát annak idején próbálkoztak utólag már ilyen posztliciális dolgokkal, minden, de nem ugyanaz volt, mint amit 14 éves korban megtanul az ember. Sajnos családilag is tudom, hogy a fiam, aki neki fogott neki, ez a 4 év, ez az alap hiányzott neki mindig, tehát így, hogy azt megtanítani, és hogy fogjad a kalapácsot, a reszelőt, stb. Meg az alap dolgok. Tehát ez meg a másik dolog, ami alázat kell ahhoz, hogy és szeretni. Szeretni kell, ezt nagyon kell szeretni, tehát azt jelenti, hogy igenis lehet egy ember boldog, hogyha egy olyan dolgot csinál, amit szívesen csinál. Tehát nem kényszerből. Tehát életem egyik ajándéka volt, hogy hova tudtam foglalkozni. Tehát jó, ez hosszabb kitérőkkel, az alapszakmám géplakatos, meg ez a vége felé alakult ki, meg a kényszer, meg ez egy külön bocsánat. Külön hosszabb történet, tehát 50 év az 50 év, tehát azt jelenti, hogy 69 kezdődött, mikor a szakiskolába elkerültem, és akkor nem az volt a szlogen, ami van most talán, hogy mindenki tanulja, hogy ne kelljen dolgozni, hanem egyszerűen tanulj fiam egy jó szakmát, amiből meg tudsz élni. Tehát akkor valahogy más világ volt, megvolt a munkának, a maga a munkának a becsülete és a tisztelete, tehát ez nem egy ilyen szlogen, ami a vörösök vagy nem, igenis ez létezett, tehát így, hogy mi akkor még 14 éves korban ezt tudtuk, nem volt könnyű, de meg kellett tanulni. Tehát elsősorban, tehát igenis az ember örömét lejje a munkába, tehát ez olyan furcsa dolog mondani a mai fiatalnak, hogy szívesen csinálod, vagy szívesen bármit, vagy... De hát, ha még fordul erre fel is a világ. A szombati tűzzel-vassal fesztiválon a látogatók ismét megtapasztalhatják, milyen is az, ha a mesterek felszítják a parazsat, az ország legtávolabbi pontjairól érkező késesek, törösök, kovácsok, fegyverkovácsok a Rácz utca minden szegletét tűzes hangulatúvá varázsolják. A skanzen eredeti állapotában megőrzött házai pedig felevelenítik az ősi magyar mesterségek hagyományait. Kések, kézműves mesterek, portékái, népi játékok várták a Tűzzel-vastal fesztiválon az érdeklődőket. A kihaló félben lévő késkészítő szakma megmentésére teremtett program már 16. éve vonzza a látogatókat. Már a hivatalos megnyitó előtt jóval sokan sétáltak, nézelődtek a Rácz utcában. A 16. Tűzzel-vassal fesztivál vonzotta a látogatókat. A rendezvénynek nagy hagyományai vannak, az országból és a határainkon túlról is érkeztek késművesek, kézművesek. Amikor az elsőt rendezték meg, még az elődök az Egyesületben, arra gondoltak, hogy kihaló félbe levő mesterséget mentenek meg. Ez volt a késkészítő szakma. Ugyanis nincs iskolai képzése azóta sem. És akkor a 16 évvel ezelőtt egy 5-6 mester jött el erre az országos felhívásra. Hát ehhez képest a mai nap 50 mester sorakozik itt a Rácz utcában a hátam mögött. Úgyhogy azt látjuk, hogy sikerült a mesterséget megmenteni, feltámasztottuk, és nagyon örülünk neki, hogy így működik.
Ugye mondta, hogy 50-en érkeztek ide szert az országból, gondolom én Fejér megyéből, Fehérvárról, mennyien érkeztek, mennyire él még itt a megyében ennek a mesterségnek a hagyománya, vagy a maga mesterség? Él még, mert a Sárbogárdi révészkéses műhely van mellettem, tehát ők változatlanul, tradicionálisan viszik tovább ezt a mesterséget, de nem csak az országból érkeztek, hanem külföldről is érkeztek, tehát Ukrajnából is jöttek mesterek, Csehországból, Szlovákiából, úgyhogy ilyenkor kicsit ilyen nemzetközivé válik ez a fesztivál. Mi is az a Budli Bicska, hogyha egy kicsit jobban meg tudnák a nézőknek is mutatni, vagy mondani, hogy mi ez? Hát igen, ez egy érdekes bicskafajta, egy összecsukható kicsi bicskafajta. A világban több helyen ez előfordul. És milyen anyagból van a pengéje, hogy lehet ez egy puhább, lehet ez egy keményebb, vastagabb, milyen a szára, tehát hogy a nyelét a bicskának milyen alakúra faragják, ez tájegységenként, országonként változik. Mi mindenre van egyébként lehetőség itt ezen a napon? Ugye mondta, hogy vannak előadások is, milyen témában hallgathatnak előadást, és hát a késeken kívül még mivel találkozhat az, aki idejön? Aki eljön, mi azt mondtuk, hogy ez családi program, mert a család minden tagja megtalálja itt magának a számítását, vagy az érdekességet, vagy ami őt érdekli és lefoglalja. A gyerekekre gondolva nagyon sok kézműves foglalkozás, játszóudvarok vannak, népi gyermekjátékok. Azt szokták mondani, hogy a hölgyek ugyan mit keresnek itt egy ilyen helyen, de igen, mert a konyhába való késeket most lehet megvenni és kipróbálni. És ezen kívül működik az asszonyműhelyünk, ahol mindenféle foglalatosságot kipróbálhatnak. Hát az urak pedig gyönyörködjenek ebben rengeteg sok késbe, és biztos vagyok benne, hogy rabul ejti őket is, és egy-egy késsel a zsebbe távoznak. Víza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője és Cserpalkovics András polgármester is évek óta résztvevői a rendezvénynek. Nem csak szép hagyomány, hanem azért lett hagyomány, mert az emberek szeretik, kedvel jönnek, ez igaz a vásározókra, ugyanúgy, mint azokra, akik jönnek érdeklődőként, látogatóként. Azt hiszem, hogy nagyon szépen mutatja azt is, hogy a kézművességnek igenis van jelene és van jövője. Itt most kb. 50 kiállító jött el a gyönyörű skanzenünkben, ami önmagában is egy óriási érték, és végig is érik ezt a nagyon szép utcát, és még délelőtt van, de már nagyon sokan sétálnak, jönnek, vásárolnak, nézelődnek, nézik, hogy valami hogy készül. A gyerekek jönnek, kicsit megismerkednek a kézművességgel, és viszik tovább azokat a hagyományokat, amit az elődeink ránk hagytak. Úgyhogy mit is kívánhatnánk, mint a 22 után nagyon sok tűzzel vassal fesztivált még a következő évtizedekben itt Székesfehérváron. A tűzzel vassal fesztiválra sokan érkeztek a kések a késmesterség iránti szeretet miatt. Alapvetően nyilván a késeket szeretném megnézni, meg hogy egyáltalán mennyit változtak, milyen, meg előadásban is szeretném meghallgatni. Most jössz a Budli Bicskáról, egy előadás, arra szeretnék bemenni. Az egész utca és az udvarok is megteltek kézművesekkel, árusokkal. A mesterségek szakembereitől a helyszínen leshették el az érdeklődők a fortélyokat. Egy karkötőt készítek éppen, vörös részből készül, szurokágyba van helyezve. Hát ez egy 1000 éves technika, vagy talán régebbi, a módszer, ahogy készül. Egy sima lemez van beletéve a szurokba, föl van rajzolva a minta, majd utána különböző poncoló szerszámokkal bele van ütve a minta, és a legvégén a hátteret ütöm vissza, és amint elkészül, akkor kiveszem a szurokból, formára kalap, körbevágom, formára kalapálom, és akkor lesznek ilyenek, mint amit itt lehet látni. Ez már a végleges formája. Különböző anyagokból dolgozok, sárga rész, vörös rész, alpaka, esetleg nemes fémből is. Elő kell-e rajzolni ezeket a mintákat, igen, vagy már nagyjából? Nem saját kútfőből vannak a minták, általában ilyen archaikus mintákat használnak. Itt is egy, mondjuk ez épp egy ilyen északi számi minta, ami a sámán világgal kapcsolatos, sámán hiedelem világgal kapcsolatosan vannak a fölvíve a motivumok, és hát igyekszem mindig más csinálni, de régi motivumokból merítkezek. A Tűzzelvasa Fesztiválnak az idei egy központi témája a Budli Bicska, de mi is az a Budli Bicska? Hát a Budli Bicska egy nagyon régi késfajta, mutatok eredeti régi Budli bicskákat, azok így néztek ki. Ezek kb. 100-150 éves bicskák, de már egészen a római korban is használtak ilyen Budli bicskát. Nagyon egyszerű volt előállítani, kellett csak egy esztergált fanyél, és akkor törött kaszából vagy fűrészből megcsinálták a pengéjét, kis fémgyűrű tartott össze, és egy szöggel így össze volt fogatva. A lényeg azban, nincsen semmilyen zár benne, tehát ez szabadon nyiklik, nyaklik, csuklik, de egy nagyon praktikus késforma. Igazából Magyarországon ma már senki nem csinálja, tudtam, mert én vagyok az egyetlen, aki ezt a hagyományt így őrzi, vagy folytatja. Egy picit modernizáltam a Budli Bicska formát, tehát az enyém az hasonlít formájában a régiekre, annyi, hogy komolyabb anyagból van, egy picit vastagabb a penge, de egyébként ugyanaz a nagyon egyszerű felépítéssel van, mint a régi Budli Bicskáknak.
Mennyire keresik az emberek a bugylibicskát? Az a jellemző, hogy van egy réteg, akit érdekel, és ők nagyon szeretik. Tehát akiknek fontos a hagyomány, szeretik a klasszikus, tradicionális dolgokat, ők nagyra értékelik. Aki meg nem ismeri, ők nekik meg csak egy ilyen furcsaság, hogy hát ez milyen. Tehát sokan így nem is hallottak erről, tehát annyira így el van veszve ez a dolog, hogy sokan nem is ismerik ezt a fajta bicskát már. Inkább így az idősebb vagy középkorú korosztály, akiknek ez fontos. De fiatalok is egyébként nagyon sokan keresik és vásárolnak belőle. Mennyire él még a Kovács mesterség? Mennyire van szükség a munkájukra? Hát nagy szükség lenne, csak az a baj, nagyon kevesen vagyunk már. Akik így tűzből dolgoznak, abban nagyon kevés van már. Az a baj, fiatalokat se találunk, akik ezt tovább vinnék. Nagyon nehéz. Nekem ez egyik fiam valószínű az át fogja venni, bízok benne. De hát az is inkább a kényelmesebb munkákat választják. Ugye csak meleg van, meleg koszos, úgyhogy ez egy nehéz szakma így. Mi minden készülhet el az önök mesterségének köszönhetően? Miket alkotnak? Hát én nagyon sokat dolgoztam például Fehérvárra. Az óvajátékot, a Csirmány évén csináltam, a figurákat, ugye azok vasból vannak. Akkor a savanyú vízhalangtartói, a hölgyek urak Fehérváron, a basalámpaház, az óvajár, vagy a játékbolt, és hirtelen eszembe jutott, hogy sokat a patika, nagyon sok cégét készítettünk. Hogyha mondjuk a kicsit egyszerűbb dolgokat nézzük, akkor mondjuk a lovak patkóját, azt még most is ennek a mesterségen köszönhetjük. Hát igen, de az nem, én nem tudok lovat patkolni, a mesterem se tudott, én volt kitől megtanulni. Én nem tudtam látni, én is láttam, de nem tudtam senkitől megtanulni. Mire kell figyelni, amikor készít egy tárgyat? Milyen hőfokon kell izzani a vasnak? Hogyan lehet alakítani? Milyen eszközök, szerszámok szükségesek hozzá? Hát a 800 fokon annyira képlékeny a vas, könnyen tudjuk hajtani. Hát a szerszámok azok mindig úgy vannak, minden munkához másik szerszámot készítünk saját magunknak, sablonokat, szerszámokat, és akkor leegyszerűsítjük a dolgunkat. Milyen késekkel érkeztek ide a Tűzelvassal fesztiválra, amiket hoztak? Hát ez a Tűzelvassal fesztiválja már 16. alkalom, hogy részt veszünk. Most kimondottan erre a fesztiválra hagyományos késes borotvákkal készeltünk. Most ennek van reneszánsz, ennek van újjászületése. Készítettünk több fajtával, fanyéllel, műanyagnéllel, minden igénynek kielégítően készülünk. Milyen anyagokat használnak fel? Miből készülnek ezek a kések? Mire kell odafigyelni, amikor késeket készítenek? Hát most ha csak a késekről beszélünk, itt eléggé nagy a repertoár, tehát itt a zsebkések, konyhakések, szakácskések többfajta van. Mindig a felhasználási területet kell figyelembe venni. Többnyire most már ugye a rozsdamentes anyagokból dolgozunk. Vannak olyan érdeklődők, akik kimondottan a szénacél hagyományos penge után érdeklődnek. Nézni kell ezeket az igényeket, és ezeknek megfelelően kell elkészíteni. A bicskákat mennyire keresik? Most a bugyli bicska egyébként a központi témájának, a Tűzelvassal fesztiválnak. Mennyire keresik a bicskákat? Mi hagyományos bugyli bicskákat nem készítünk. Ugye ez a tradicionális magyar rugó nélküli zsebkés, vagy inkább bicska az elnevezés. Mi azt a formát követjük, amikor agancs nyéllel lehet díszíteni magát a zsebkést, ki lehet díszíteni a pengéjét, és a hagyományos bugyli bicska ugye a szénacélból, mi már csak a rozsdamenteseket készítjük. Ugye nagyon fontos a késnél, hogy éles legyen. Milyen időközönként kell élesztetnünk, milyen technikával kell ezt el kell menni szakemberhez? Ha most a zsebkésről beszélünk, és ezeknek az élezéséről, akkor általában az otthoni fenőacélt vagy fenőkövet szoktak használni, ha tényleg már gyakorlott kész kell hozzá. Ha ez a technika már nem megfelelő, akkor érdemes szakemberhez elfáradni. A fesztivál a családoknak is kikapcsolódási lehetőséget jelentett. Népi játékok várták a kicsiket és nagyobbakat. Azok, akiket érdekel, hogy milyen egy kovácsműhelyben a munka, megtekintették, hogyan készülnek vasból a tárgyak, kellékek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!